Hát az már látszik, hogy a willkommens kultúrnak vége, vagy legalábbis a kiárat felé tart ez az egész történet, de vajon lesz-e fegyvernyugvás Róma és Párizs között? Az NGO-k nyilván nem fognak önként lemondani a migránsok behajózásáról, ehhez ráadásul anyagi érdekük is fűződik, a német parlament épp nemrég szavazott meg 200 millió eurót a számukra. Szerintem még korai lenne kijelenteni, bár nagyon optimista, hogy vége van a willkommens kultúrnak, mert azért az Európai Uniós brüsszeli javaslatokból, illetve egyes tagállamoknak, ahogyan is említette, például Németországnak a magatartásából nem erre lehet következtetni. Viszont az tény, hogy Olaszországban most egy határozottan bevándorlás ellenes kormány van hatalmon, Giorgia Meloni vezetésével, és a franciáknak is végig kell gondolniuk a migrációs politikájukat, ugyanis egyre több társadalmi feszültséget okoz. Nem véletlen, hogy azért most már ők is új törvények bevezetésén gondolkoznak, könnyebb legyen kitoloncolniuk azokat, akik illegálisan léptek az ország területére. Igaz, hogy tervben van az is a francia kormányzat részéről, hogy egy olyan javaslatot terjesztenek be a nemzetgyűlés elé, szerint akik hiány szakmában vállalnak munkát illegális migránsok közül, azok tartós tartózkodási engedélyt kaphatnak. De ami tény, és hogy visszatérjünk a témához, hogy rendkívüli feszültségeket okoz. Míg akár 2015-ben és az azt követő pár évben üdvözlő, ugye willkommens kultúr volt jellemző Nyugat-Európában, és megvetették azokat, akik ezt az utat nem akarták követni. Például Magyarországot kritizálták emiatt. El akarták szigetelni ugyanezekkel a szavakkal, mint amit Macron elnök mondott. Igen, de azt hiszem, akkor még más volt a motiváció, mert ha megnézzük a jelenlegi helyzetet, akkor nekem a francia belügyminiszternek a szavaiból egyfajta ilyen dacos sértődöttség hallatszik ki. Tehát, mint amikor, bocsánat, hogy ilyen példát használ, de mint amikor egy óvodás nem kapja meg, amit szeretne, és toporzékol. És nyilvánvalóan azért az nem egy jó helyzet Európában, hogy energiaválság közepette, úgyhogy a szomszédban háború zajlik, a két legnagyobb tagállam, vagy a legnagyobb tagállamok közül kettő, az ilyen feszültségben van egymással. De erre lehetett számítani, hogy az olasz kormány nem akarja beengedni az illegális migránsokat Olaszország területére, hiszen ez volt Giorgia Meloni-nak a kampányígérete. Tehát franciáknak nem kellett volna ennyire meglepődniük rajta. Arról egyébként nem is beszélve, hogy a szóban forgó hajó, az Ocean Viking, az hiába norvég felségjelzésű, de egy SOS Méditerrané nevű francia humanitárius szervezet működteti. És hova fajulhat ez az egész vita a két ország között? Jön majd megint a migráns kvóta brüsszeli közvetítéssel, ami hát nem tudom, nem járatódott tele túlságosan, de lehet ezt az egészet újra csomagolni, fogyaszthatóvá tenni, vagy hogyan lép majd tovább Európa? Mert ez egy patthelyzet. Hát a menekültügyi kérdésekért felelős Európai Bizottsági Alelnök, Margaret Kína felvetette, hogy szükség lenne egy rendkívüli EU belügyminiszteri ülésre, hogy tisztázzák azt a kérdést, hogy az ilyen civil szervezetek által üzemeltetett menekült hajók, azokat hogyan kezeljék az ilyen helyzeteket. Tehát, hogy legyen valamiféle eljárásrend, hogy most hasamra ütök, és azt mondom, hogy Franciaország partjaitól 20 kilométerre van, franciák nem akarják befogadni, akkor mondjuk ki a következő a sorban, illetve mennyire kell válogatni a közülük, kitoloncolhat és stb. Tehát, hogy próbálnak erre valamiféle mechanizmust létrehozni, csak hogy ez megint nem a helyes irány. Ez lassan
majdnem egy évtizede, mert ezért 7 év már eltelt a migrációs válság kezdete óta, nem sikerül megoldani ezt a kérdést. És minden olyan alkalommal, amikor egy ilyen menekült hajónak, migráns hajónak a kikötését engedélyezi valamelyik tagállam, akkor ezek tulajdonképpen egy meghívó levelet küld azoknak, akik még mondjuk Észak-Afrika partjainál várakoznak, hogy gyertek csak nyugodtan, persze az életeteket kockáztatjátok azzal, hogy a földközi tengeren elindultok, akár kis csónakokban, de ha ide értek, akkor valahogy majd megoldjuk, és itt fogtok élni Európában. És ez nem egy helyes dolog, morálisan sem, mert arra ösztönzitek az embereket, hogy az életüket kockára tegyék, annak érdekében, hogy ugye azt remélik, hogy Európában jobb életük lesz. És ez se feltétlenül igaz, tehát engedetlenül sokan radikalizálódnak közülük, mert becsapva érzik magukat itt Európában. És ez senkinek sem jó a végén. Se azoknak a migránsoknak, akik jobb életreményében idejöttek, ha egyáltalán idejöttek, és nem vesztették életüket a tengerben, és az európai tagállamoknak sem jó, hiszen feszültségeket okoz, nem csak országok között, hanem a társadalmaikban is. Ön szerint Olaszország mennyire lesz magára utalva ebben az egész dologban, hiszen valószínűleg nem árulunk el nagy titkot, hogyha előrevetítjük, hogy továbbra is Olaszország lesz az egyik legfontosabb kapu az embercsempészek számára, illetve az NGO hajók számára az európai irányba közlekedő migránsok, vagy induló migránsok tekintetében. Irigyeljük Olaszországot a tengerpartjaért, de jelen esetben ez nekik inkább problémákat okoz, hogy ilyen sok tengerpartjuk van, hiszen ezeket mind védeni kellene nekik. És a politikai akarat bizonyos, hogy megvan rá, hogy megállítsák az illegális migrációt a tengeri útvonalon. Most az illegális migrációval való szembenállás kérdésében azért Olaszország, legalábbis az Európai Unió tanácsában számíthat Magyarországra és Lengyelországra mindenképpen, esetlegesen más tagállamokra is. A franciáknál mutatkozik ki el arra, hogy szigorítanak valamelyest a bevándorlási kérdésben, és hát majd meglátjuk, hogy Spanyolországban mi lesz a helyzet. Ott ugye egy markánsan baloldali kormány van hatalmon, viszont a legerősebb ellenzéki párt, a Vox jelenleg népszavazást kezdeményez a migrációról, akárcsak ugye Magyarországon volt hasonló migrációs kérdésben népszavazás 2016-ban, úgyhogy ott is kiderülhet, hogy milyen szembenállás van esetleg a társadalom és a kormány politikája között.